Magyarország komoly bajban van, hiszen minden második gyermekes család nélkülöz, több tízezer gyermek éhezik. Az Európai Unió 2013-as statisztikái szerint Magyarország egyre jobban lemarad az unión belül. Még 10 évvel ezelőtt a csatlakozáskor Magyarország a régió éllovasai közé tartozott, addig hát ezeket a statisztikákat végignézve azt a szomorú tényt kell megállapítanunk, hogy most a leginkább leszakadók közé tartozik. Több olyan szegénységet érintő statisztika van, amiben Románia és Bulgária is már megelőz minket. Ilyenek például, hogy Magyarországon a legnagyobb azon háztartásoknak az aránya, akik egy váratlan kiadást nem tudnának megfinanszírozni, Magyarországon a második legnagyobb azon családok aránya, ahol nem tudnak rendszeresen húst vagy halat az asztalra tenni. És hát a 18 éven aluliak 35%-a nélkülöz hazánkban, ami a második legrosszabb statisztikai adat. Ez a tragikus mély szegénység egyre jobban, egyre hatványozottabban sújtja a leszakadó térségekben élőket. Teljesen világos, hogy a hagyományos eszközök kudarcot vallottak, és valami mást kéne tenni ahhoz, hogy változtatni lehessen ezen a helyzeten. Ugye próbálkozott ezzel az előző 4 évben az Orbán kormány is, hiszen egy nagyon nagy arányú közmunkaprogramot indított el hatalmas pénzekből, de azt kell látni, hogy ez sem hozta meg a várt sikert, hiszen a folyamatok nem indultak el jobb irányba, hanem a leszakadás egyre mélyebb és egyre nagyobb méreteket ölt. Azzal, hogy a kormány a héten azt jelentette be, hogy újabb 40 milliárd forinttal emeli a közmunkakeretet, és most már 200 ezer embernek akar közmunkát kínálni, ez azt jelenti, hogy a kormány nem képes tovább lépni a jelenleg kialakult közmunka program keretein túl. Márpedig tovább kell lépni, hiszen ez az út nem vezetett sehova. Nyilvánvaló, hogy az időszakonként megszerezhető 50 ezer forintból nem lehet előrelépni, nem lehet egy család jövőjét fölépíteni, az éppen csak maximum arra elég, hogy a folyamatosan meglévő kiszolgáltatottságot konzerválja. Hogyan lehet tovább lépni? Európában reneszánszát éri a szociális gazdaság kiépítése jelenleg, aminek alapja a szociális szövetkezeteken alapszik. Ma van a szövetkezetek világnapja, és ezen apropóból kifolyólag néhány javaslatot szeretnék tenni ezen a területen, hogy hogyan kéne tovább lépni. Amennyiben a forrásainkat, a költségvetési forrásainkat nem a sehová nem vezető és tartós foglalkoztatást nem biztosító közmunkára fordítanánk, hanem a kormány változtatna az eddigi gyakorlaton, és azt támogatná, hogy szociális szövetkezeteken keresztül a helyben elvégzendő feladatokra, mint idősgondozás, település karbantartás, vagy akár a helyi élelmiszer termelésre, vagy a megújuló energiákat is felhasználó intézmények korszerűsítésére, lakóházak felújítására, vagy a telepszerű lakókörnyezet felszámolására szociális szövetkezetek foglalkoztatási keretében foglalkoztatná a ma vidéken munkanélkül lévő embereket, akkor egy tartós foglalkoztatási keretet lehetne kialakítani, ami ráadásul az Európai Unió most induló finanszírozási kerete között teljes egészében megfinanszírozható az uniós forrásokból. Hiszen az Európai Unió úgynevezett atipikus foglalkoztatásként támogatást nyújtana a szociális szövetkezetekben dolgozó emberek munkabéréhez is, tehát a munkabéreket Európai Uniós keretből lehet megfinanszírozni, és minden beruházási költséget, miután a szociális szövetkezet nem profitorientált vállalkozás, 100%-ban meg lehet finanszírozni az Európai Unió támogatásaiból. Ha ezt az utat választjuk, akkor nem csak tartós munkahelyeket tudunk létrehozni, akik fokozatosan piacképes vállalkozásokká tudnak válni egy 5 éves ciklus alatt, hanem a költségvetésből jelentős forrásokat lehetne felszabadítani. Ha a jelenlegi 200 milliárdos keretnek csak a felét föl tudnánk szabadítani
azzal, hogy szociális szövetkezetekben foglalkoztatjuk az embereket közmunkahelyett, akkor az így felszabaduló forrásokból egy jelentős alapvető élelmiszer áfa csökkentést tudnánk megfinanszírozni, ami pedig az alapja lenne annak, hogy vidéken ne csak élelmiszert lehessen termelni, hanem feldolgozni is, hatékonyan, versenyképesen, ami által újabb munkahelyek jöhetnének létre. Ez természetesen egy nagyon komplex feladat, nagyon sok korábban különböző minisztériumokhoz rendelt feladat összehangolását igényli. Ezért Lázár Jánoshoz fordulok, aki most az összes ilyen feladatot megkapta egy kézben, most bizonyíthatja azt, hogy volt értelme a különböző feladatok egy kézbe adásának, mert azzal, hogyha a szociális források, a beruházási források és a foglalkoztatási források és a fejlesztési források fölött egyaránt rendelkező miniszter képes ezt a programot végrehajtani, azzal be tudja bizonyítani ennek az új rendszernek az értelmét és életképességét, és rá tud cáfolni azokra a félelmekre, amik arról szólnak, hogy igazából az ő feladata a trafikpályázaton keresztül megszerzett tapasztalatok alapján a vidék teljes lenyúlása lenne. Amennyiben képes arra a magyar kormány, hogy tovább lépjen, akkor Magyarországon, vidéken, hosszú távon rengeteg fenntartható munkahely jöhet létre. Ha ezt a közmunkát fogják továbbra is fenntartani, az csak a kiszolgáltatottságot fogja továbbra is rögzíteni, és a vidék elnéptelenedéséhez és az ország kettészakításának a további növeléséhez fog vezetni. Köszönöm szépen, ennyit kívántam elmondani. Van kérdés, szívesen állok rendelkezésre.